Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! Adasztra. Ez itt a Parallaxis Univerzum különkiadása az Adasztra magas ballon küldetésről. Szeretettel köszöntök mindenkit a Parallax és Univerzum különleges műsorában, amely az Adasztra címet kapta, ahogyan az a magas légköri ballonküldetés is, amelyet a tragikusan elhunyt barátunk és kollégánk Ivanis Rígá Klaudia emléke előtt tisztelegve, május 27-én tervezünk végrehajtani a Bakonyi Csillagászati Egyesülettel és az Upra csapatával közösen. Ezen ballon rakománya lesz többek között majd az a memóriakártya, amelyen jelképesen üzenhettetek Klaudiának a nagyjából 30 km magasra szálló szerkezet által a stratoszférába. Valamint a küldetés során tudományos kísérletként az Upraken multispektrális földmegfigyelő kamera tesztelése is zajlik majd, amely eszköz a növényzet állapotának megfigyelésén túl a mezőgazdaságban, a vegetáció tervezése és akár felmérés során használható fel, illetve akár belvíz, akár árvíz idején nyújthat friss és gyors információkat. De hogy miért ad aztra? Ezt a műsorban Klaudia özvegye Ivanis Ferenc, a Bakonyi Csillagászati Egyesület elnöke mondja majd el, akinek elmondhatatlanul köszönöm, hogy ebben a végtelen szomorúságban is vállalta a műsorban való szereplést. Ebben a speciális podcast epizódban vendégem lesz továbbá az UPRA csapatának két tagja, dr. Bodó Zsóf és Gócán Bence, akiktől a technológiai kérdéseken túl arról érdeklődöm majd, hogy bármiféle személyes kapcsolat és kötődés nélkül miért tartják fontosnak azt, hogy részesei legyenek az adaszra küldetésnek. Ám először is köszöntöm a Parallax is és a szokolébresztő műsorvezetőjét, Vince Miklóst, ha egyáltalán be kell téged mutatni ilyen részletességgel a hallgatóknak. Szia, Miki! Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is! Talán már többször elmondtuk, de Claudia esetében nagyon durva volt, hogy azonnal felvette a ritmust, stílust, azonnal beilleszkedett közénk. Ez így van. Teljes mértékben el, el, el volt a májulva, ráadásul tudod, hogy milyen mély víz volt az, hiszen jól emlékszel, amikor először hallhatták egyébként a hallgatóink őt a Parallaxis adásában. Ez egyébként az a beszélgetés volt, amikor az Apollo 9 űrhajósával Rusty schweikart is beszélgettünk, és ennek megfelelően már előre kb. le volt fektetve, hogy miről szól a műsor. Maga Rusty is beszélt, vagy 40 percet, és Claudia pedig csatlakozott, és hát szegénynek igazából nem jutott sok játéktér, de még abban a néhány percben is tudott emlékezetes és marhajó információkat mondani. Például akkor tudtuk meg tőle, hogy lehet menni vadászgépen repülőzni össze-vissza Budapesten, meg minden, illetve Magyarországon, konkrétabban Tökölön egyébként egészen pontosan, ha jól emlékszem. És ettől a legelső adástól kezdve én minden egyes adásban tanultam tőle valamit. Komolyan. Tehát azért ez nem mondható el mindenkiről, Mármint olyan valami, mindig mindenki mond új dolgokat nekem, persze, mert ugye én egy kő alatt élek, de olyasmit, amit azóta is tudok. Tehát, hogy konkrétan én mindig tanulni jártam ide, és Klaudiától nem csak a gyerekek tudtak tanulni, hanem mi is, és tényleg rengeteg dolgot. Kezdve a legelső adástól. Én tudom, hogy a vallásosságnak nincsenek igazából fokozatai, tehát valaki vagy vallásos, vagy nem. Én inkább a nem vallásos oldalon foglalok helyet, de az az érdekes, hogy valahogy Claudia által kicsit vallásosabbá váltam, úgy érzem, hogy közelebb került hozzám ez a világ. Nagyon tetszett, hogy van itt egy csaj, aki egyszerre vallásos, és egyszerre hisz a tudományban, mert hogy ez azért általában úgy az emberek számára olyan kicsit ellentétes világnak tűnik. Igen, van ez a sztereotípia, amit nagyon hatékonyan és, és profin bontott le Claudia itt adásról adásra, én ennek nagyon örülök. Én inkább a vallásosabb térfelen randolok, hogyha így két, két részre kell osztani ezt a, ezt a spektrumot. De és, és épp ezért egyébként nekem nagyon tetszett ez az új megközelítés, ami persze nem új, hanem egy több ezer éves megközelítés, csak mégis, hogy annyi ember fejében van ez, amit te is mondasz. Hogy ezek olyan dolgok, amik ellent mondanak egymásnak, és hát nyilván vannak részek, ahol ez ugye némi tisztázást igényel, de az tök jó volt látni, hogy így is lehet szemlélni a világot, és ez mindenképp egy tök jó színfort volt, ami hát azóta is egyébként rettenetesen hiányzik. Igen, ugye a Claudia akkor érkezett hozzánk, amikor ugye nyáron a Planetology csapata csinálta a Planetocast című műsort, és igazából ugye Reza által került be a Parallax és csapatába, és de Claudia volt az első olyan igazi új csapattag, ugye Csaba kiszállt a műsorból, érkezett helyette tulajdonképpen Claudia, bár nem helyette érkezett, de hogy beérkezett a műsorba Claudia, és olyan, olyan, olyan jól működött, és nem azt mondom, hogy most nem működik jól, Norbi és Géza közreműködésével, de hogy az egy ilyen hirtelen egy ilyen nagy váltás, egy hosszú távú nagy váltás volt nekünk. Hát sajnos nem olyan hosszú távú, mint ahogy azt reméltük. Így van, így van, és tényleg nem volt ott döccenés. Tehát az volt az érdekes, hogy na hát, oké. Okay. Nyilvánvaló talán pont azért, mert teljesen más. Tehát azért sem lehet ilyet mondani, hogy Csaba helyett, vagy valami, mert természetesen egy teljesen más karakter. Tehát, hogy hogy, 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 az volt az, amikor, mit tudom én, a Dallasban az egyik szereplőt egy másikra lecseréltek, mondjuk. Elli, szegény Elli. Igen, Elli. Egyik évben hirtelen én nézett, ki, na, akkor ott, és az úgy roható is volt. Itt meg ugye annyira két teljesen homlok egyenest különböző karakter, hogy érdekes módon pont ettől volt olyan teljesen zökkenőmentes és folytonos átmenet. És az meg a megint a másik dolog, amit mondtál, hogy milyen jól felvette a ritmust, ami bármilyen három ember elkezd beszélgetni bármiről, azért az mindig egy, tehát egy kocsmában, akárhol az utcán, három ember elkezd beszélgetni, ott mindig el kell telnie némi ilyen időszaknak, amíg a diskurzus így összehangolódik. Ezt konkrétan vizsgálják a nyelvészek egyébként. Rengeteg, nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy hogyan történik ez az entrainment, ez a, ez a beszédalkalmazkodás. Ez minden szinten megnyilvánul, kezdve attól, hogy hogyan mondják az emberek a szavakat, hogy hogyan hangsúlyoznak, hogy milyen sebességgel beszélnek, hogy milyen módon kötik egymáshoz a gondolatokat. De rengeteg szinten megjelenik ez. És az volt a fantasztikus, hogy általában ez egy több órás folyamat szokott lenni egy ilyen jellegű beszélgetésnél, ami ráadásul nem is élőben történik, hanem három ember három helyen ül egy kamera előtt, és úgy beszélget egymással. És a Claudia esetében szerintem példátlan volt ez a sebesség, ahogy fölvette a fonalat, úgy, hogy közben ebben semmiféle kaméleunkodás nem volt. Nem az volt, mint ahogy az újonnan jövőknél ez szokott lenni, tudod? hogy beszáll és úgy csinál, mint a másik. De nem ez volt. Ő hozta a saját stílusát, és mégis teljesen, mint egy puzzle darab, tökéletesen beleillett az egészbe. Elképesztő. Sőt, nem kért bocsánatot, tehát, hogy oltott minket az első pillanattól kezdve. És milyen jól tette. Igen, tehát, hogy, hogy abszolút tudta, hol kezelni ezeket a dolgokat. Nemrég érkezett egy komment az egyik YouTube-bos feltöltésünk alá, ahol a kedves hallgató arról ír, hogy hát mennyire hiányzik neki nem csak Claudia, de, de a női hang is a, női hang. a műsorokból, Igen. és ugye az egész csapatot, tehát a teljes Parallax és Univerzum csapatát egybevéve és csak Magdi az egyetlen egy hölgy tagunk, Azért ez, 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 én, én nagyon élveztem azt, hogy egy olyan felállásban podcastelhetünk, hogy van köztünk egy ö, hölgy is, aki, aki a női nézőpontot is képviseli. Igen, tehát mennyi minden nézőpontot tudott ő egyszerre képviselni. Ez tök jó. Hát igen, szóval igen, ez egy rit ritka kombináció mindenképpen. És tényleg én is osztom egyébként a hallgatónak a véleményét. Mit gondolsz, hogy miért van az, hogy nem tudja mondjuk egy ilyen műsor bevonzani az új jelentkezőkből a hölgyeket, a nőket? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ennél még egyébként rosszabb a helyzet a szokolébresztőben, ahol talán egyetlen egy női vendéget tudok kimutatni. Ugye ez nem a podcastolás, ez talán inkább a témával kapcsolatos. A téma egyébként pontosan ugyanannyira érdekli a nőket, mint a férfiakat, és a nők azok pontosan ugyanannyira, ha nem jobban, tudnának okos dolgokat mondani. Egyszerűen én nem tudtam még ezt a kérdést megfejteni, én számomra ez egy rejtély. Nyilván ott vannak ezek a régi hülyeségek, beidegződések, behúzódások, hogy vannak fiús dolgok, meg lányos dolgok, hogy a science fiction, meg az űrhajózás az fiús dolog, és a lányok meg csináljanak. Én nem tudom, mit barbizzanak. De hát ezek akkor a marhaságok, és már réges rég túlhaladottak. Tehát hála Istennek, akik most 20-30 évesek, tehát ilyen podcastoló korba lépnek, ott ezek, Ugye, hát én merem remélni, hogy már nem léteznek ezek a stereotípiák. Ha viszont nem léteznek, akkor miért nincsenek itt, ugye? Tehát ez a, izé, a hogy mondjam, a Fermi, fermi paradoxonnak a ez a Fermi paradoxonunk, így van. Akár így van, hogy, hogy valahogy őket ez nem vonza, akár nincs, az biztos, hogy viszont a hallgatóságnak igénye az volna rá, és reméljük, hogy a kereslet az előbb-utóbb találkozik a kínálattal. Szerinted mondjuk 20 év múlva kaphatunk egy olyan e-mailt, amiben egy lány arról ír, hogy ő kutató lett, vagy földrajztanár, hitoktató, mert mondjuk tanította őt, vagy inspirálta őt Klaudia? Hát ebben szinte biztos vagyok. Tehát én, én is pedagógus családban nőttem föl, és amiről most beszéltél, az, az az általános és visszatérő létélmény volt. És egyébként a pedagógus pálya az azért csodálatos, mert ezt az élményt szerintem elég kevés dologgal lehet überelni. Tudjuk jól, hogy azért a pedagógus pályának, enyhén szólva, is vannak buktatói, meg nem éppen a legkecsegtetőbb életpálya modell. Én, én, én valamiféle ilyen, valami szent lelkesültség kell ahhoz, és akkor most nem feltétlenül a vallási vonal miatt mondom, hanem tényleg valamiféle természet fölötti hivatástudat kell ahhoz, hogy valaki elmenjen tanárnak, és, és, és csinálja, és ne, ne égjen ki, és minden tisztelet a tanároké. Én tudom, hogy ez meg fog történni, amit mondasz. Tehát ez egy valószínű. Hogy megkapjuk-e az e-mailt, azt nem tudom, az lehet, hogy nem fog megtörténni. De hogy lesz olyan ember, akit Claudia munkássága, ami messze nem korlátozódott a Sulira, hanem ott volt a Csillagászati Egyesület, ott volt a tapintható univerzum, ott volt az ezernyi dolog, ott volt, hogy ő is volt egyébként, ugye itt-ott, amott mindenhol. Köny a könyve. A könyve. Szóval, jó, az világos, hogy rengeteg nyomot hagyott, de, de hogy konkrétan a tudományt kérded, hát most azt nem hiszem, hogy az Oraborusz miatt valaki elmegy természettudósnak <laughs> a könyve miatt, mert az ugye nem erről szól, hanem ez egy marha jó krimi. De egyébként viszont az simán lehet, hogy, hogy abban, amit ő csinált a Csillagászati Egyesületben, annak olyan impaktja lesz, amit Mondtál, ezek a magvak már el vannak ültetve, és ezek ki fognak kelni, és lesznek ilyen emberek. Ez nem kérdés. E, mit gondolsz, hogy milyen nyomot hagyott a műsoron, vagy akár belülről a műsorkészítésen? megpróbálom megfogalmazni, hogy mi lehetett az anyom. Hát egyébként ugye a műsor ritmusában biztos, hogy az volt. Nagyon sokszor ugye készültek, ugye, készültek a, rám nézve rendszerint meglehetősen égő statisztikák arról, hogy ki mennyit beszélt, ki hány százalékot, hogy. Ugye ez azért mondom, hogy rám nézve égő, mert általában egy-két kivételtől eltekintve majdnem mindig az jött ki, hogy én beszéltem a legtöbbet. Mondjuk egy csomószor azért, mert konkrétan engem kérdezgettetek dolgokról, de azért is, mert így, mint hogy most a mellékeltábra mutatja, így jönnek ki a szavak a számból. Amit a Klaudia viszont marhára behozott, hogyha megnézed, hogy hogyan néz ki a kérdések és válaszok időbeli mintázata, az sokkal pergőbb lett, amikor ő fölbukkant. Ezt akik, akik vágjátok a hangot... Mármint, hogy nem úgy, hogy vágod, nem így, hanem, hogy editáljátok, érted szóval, akik konkrétan szerkesztitek a műsort. Figyelj, mondd, hogyha nem így van, de én, amikor hallgatom, azt érzem, hogy sokkal interaktívabb lett olyan értelemben, hogy egymással sokkal inkább kölcsönhatásba lettek a műsorkészítők, mert azelőtt inkább az volt, hogy nagy monológok hosszú sora. Sokkal inkább beszélgetésszerűbb lett az egész. És, és ahhoz meg szerintem ez például pont az, hogy, hogy egy, egy pedagógusi és női karakter kellett hozzá, hogy ezt berakja, és remélem, hogy szerintem ez például tuti, hogy rajta maradt a műsor szerkezet. Igen, hát sőt, a szerkesztési elvé is vált ez. Sőt, szerkesztési fajta. elvé is vált, igen. De ugye ez e, egyetértünk abban, hogy en, ezen nagyot lökött a Klau. Igen, igen, igen. Érdekes, hogy ezt a példát hoztad föl. Én nem biztos, hogy föl tudnék hirtelen ennyire egyértelmű példát hozni. Én ilyen átvittebbet tudok mondani, hogy érdeklődőbb lesz számomra a műsor, nyitottabb lett sokkal. Én például az a típus vagyok, aki igyekszik így mindig előre menekülni, de borzasztóan megvisel, hogy megy el, akit ismertem, akihez valami személyes élmény fűz, az legyen egy családtag, vagy akár egy színművész, akivel jó viszonyt ápoltam. Te hogy állsz a halálhoz? Hát a halál az egyre közelebbi ismerősöm nekem is, tehát én is sorra vesztem el az embereket. Én, én, talán ebben a kérdésben inkább azt mondom, hogy talán nem mindig esik le a dolog azonnal. Valahogy amikor megtörténik egy haláleses, akkor ne én azt tapasztalom magamon, hogy azok a feldolgozási fázisok, amiket a pszichológusok mindig leírnak, meg amiről beszéltünk is a Klauval kapcsolatos egyik műsorban azok nálam valahogy máshogy és elnyújtottabban zajlanak le. Nagyon fontos, hogy szerintem én, és talán ez megint valami hitkérdés, hogy nem tudom, én, én, én szeretnék hinni abban, hogy ezeknek az embereknek ezen a ponton, akik meghaltak, már jó. És ez rohadtul sokat segít a feldolgozásban, mert ha ezt kimondom, hogy nekik már jó, és én ezt tényleg elhiszem, hogy nekik már jó, akkor onnantól kezdve maximum magamat sajnálhatom, vagy magunkat, vagy a földön maradt rokonokat, társakat, férjet sajnálhatom igazán. Tehát, hogy jaj, de rossz nekünk például, hogy nincs már velünk, hogy nem tudunk a klóval beszélgetni, hogy nem tud leoltani minket, hogy nem tudjuk ki, együtt kiröhögni ezt, meg azt, meg amazt. Ugye ez mindez baromira hiányzik, de mi, de mi az? Hát az az, hogy magamat sajnálom, nem? Az, hogy magamat sajnálom, hogy nincs ebben az élményben részem többé őt nem sajnálhatom, őt ezen a ponton nincs miért sajnálni, ő valószínűleg egy gyönyörű helyen vagy állapotban van, ahol tök jól érzi magát, amennyiben ez értelmezhető. És én ebben tudok megnyugvást találni. Ugyanez működött akkor, amikor édesanyám meghalt, vagy amikor más rokonok, ismerősök meghaltak. Én ebben őszintén hiszek, és ez szerintem sokat segít a feldolgozásban. Mit gondolsz az adasztra, magas légkörű az adasztra küldetés szerintem egy nagyon szép és nagyon méltó gesztus. Én nagyon örülök, hogy ez a ballon olyasmiket visz a világűr határáig föl, ami valamilyen módon reprezentálja azt a sokszínűséget, amit Claudia képviselt. És valahol ez kicsit talán bálványimádott dolognak is tűnhet. Hogy mi, Mert hát tudjuk, hogy ó, tehát, a mennyország az nem a stratoszférában van. Tehát <laughs> ez körülbelül annyi, mint amikor tudod a Siratófalba dugdosnak az emberek cetliken üzeneteket, meg minden, vagy ez egy szimbólum saját magunk számára, és az, hogy viszont milyen fantasztikus neve van neki, amit majd szó lesz arról, hogy ez a név honnan van, és hogy milyennek a névnek a története, ami azt jelenti, hogy a csillagokig. Ez szerintem egy olyan megmozdulás, egy olyan szép gesztus, és az, amit magával visz ez a ballon, az egy olyan jó kollekció, hogy szerintem ez egy nagyon méltó és nagyon szép dolog, és szerintem egy zseniális ötlet volt. Miki, köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm a lehetőséget az emlékezésre és a beszélgetésre. Én pedig már köszöntöm is a műsorban az UPRA csapatának két tagját, először dr. Bodó Zsófi. Szia, Zsófi! Hello, hello, szia! és Gócán bence -t. Szia, Bence! Hello, sziasztok! Uh, nyilván álnaív lesz a kérdés, mert én magam voltam az, aki felkereste Zsófit azzal, hogy ebben a projektbe vegyen részt, de miért mondtatok rá igent, és, és uh, miért szálltatok be? A Zupra közé köré szerettünk egy közösséget építeni, vagy szerettünk volna egy közösséget építeni, és mi nagyon-nagyon hívő vagyunk az együttműködésnek. Én Klaudiát nem ismertem személyesen, viszont a munkásságát igen én azt láttam, hogy az, amit ő csinál, az egy nagyon erős közösségépítő folyamat, ami tényleg életkortól független gyerekektől felnőttekig különböző üripari, csillagászati közösség, tehát hogy egy közösségeknek egy, egy, egy eléggé központi figurája volt, és nekünk, amit át kellett gondolni, az az, hogy nyilván ez egy, ez egy, ez egy olyan feladat, aminek kell egy megfelelő keret, és egy megfelelő komolyság. Azt beszélgettük, tehát, hogy így átbeszéltük az egész csapattal. Ha ez, ez egy pozitív hozadékot, egy pozitív érzést tudunk adni a hozzátartozóknak egy ilyen helyzetben, akkor, akkor az, ez, ez buta szó, hogy boldogok vagyunk, de hogy, de hogy tudod, amikor szeretnél valamit tenni, hogy, hogy a másiknak könnyebb és jobb legyen. Mi a legnagyobb kihívás, te technológiailag, van egy földmegfigyelési kísérletünk, és azt beszéltük ugye meg, hogy, hogy ennek egy továbbfejlesztett verziója lesz a tudományos tartalma ennek a, ennek a repülésnek. Igazából ezen átgondolni, ezen, ezen fejleszteni, tesztelni, ilyesmi. Ez, ez egy távérzékelő kamera. Megnézzük, hogy a Balaton tényleg létezik-e. <laughs> Igen, gyakorlatilag, ami ebben a kamerában különleges, az az, hogy ez nem egy, nem egy vásárolt kamera, hanem ez egy saját fejlesztés. Tehát, hogy egy úgynevezett multispektális kamera, ami két különböző sávon, egy optikai és egy közeli infravörös sávon készít felvételeket, amit egyébként mi egymásra teszünk, és akkor gyakorlatilag a különböző módszerekkel, kifedolgozási módszerekkel különböző információkat fogunk tudni kinyerni ebből a repülésből. Például van olyan módszer, amivel, amivel a vegetációt tudjuk egy kicsit jobban figyelni, tehát hogy a képeken az fog jobban kiugrani, hogy az adott helyen mennyire egészséges mondjuk a a vegetáció borítás, tehát hogy mondjuk az erdőborítás, vagy a, a vízállap vagy másik, fel, másik feldolgozás. környezetvédelem szempontjából nagyon szem. hasznos, hasznos dolog. Azt kell tudni, hogy a, a növények az infratartományban verik vissza a legtöbb fényt, amíg a nyílt vízfelületek az infratartományban nyelik el a legtöbb fényt. Tehát, hogy a növények világítanak, a vízfelületek pedig sötétek a, az infraképeken, és ezt kihasználva lehet környezetvédelemhez, mezőgazdasághoz nagyon értékes és hasznos információkat gyűjteni növényzet állapotáról és a megjelenő vízfelületek állapotáról. Dr. Bodó Zsófi és Gócán Bence, köszönöm, hogy mindezt elmondtátok. Találkozunk május 27-én a felbocsátás helyszínén. Addig is sziasztok! Mi pedig már is folytatjuk, és bár sose kéne elmondanom ezt a konfot, de szeretettel köszöntöm Klaudia özvegyét, Ivanics Ferencet. Szia Feri, elmondhatatlanul hálás vagyok, hogy vállaltad Szia. Szia. ezt a műsort. Hogy vagy? Nehéz összefoglalni, néha jobban, néha rosszabbul. Nem, 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 nem lehet elmondani, hogy hogy vagyok. Nehéz. Ez most, ez most ugye alapvetően egy interjú helyzet, de a hétköznapokban kell beszélned róla, akár azért, mert a környezeted is szeretné, vagy akár csak azért, mert neked jól esik? Néha, néha úgy érzem, hogy könnyű róla beszélni, és szeretnék is. Mivel Klaudiával mindent együtt csináltunk, ezért Klaudia okay. elkerülhetetlen része továbbra is az életemnek, de nem is akarom elkerülni, mert ugye mindent, amit csináltunk, azt azt közösen csináltuk. Pont ebből kifolyólag mindig, mindig ott van a gondolataimban, mindig mindig föltesszük azt a kérdést az Egyesületem belül is, hogy ez most mit szólna, Claudia, ezt ez most hogy csinálná, Claudia, ez most tetszene neki, ez most nem. Úgyhogy igen, Claudia az itt van velünk most is, ilyen formában. És ugye nekem az utolsó hetekben azt mondta, azt ígérte, hogy mindig velem lesz. Ugye ezt úgy érzem is, hogy velem van csak. Csak nehéz, hogy ö, nem tudok hozzászólni úgy, meg hát nyilván ugye nem, nem, nem tudom, hogy mit szól dolgokhoz. Claudia egyszer a Paralax egyik adásában elmondta, hogy a csillagászat iránti szenvedélyét neked köszönheti. Hát igazság szerint ez félig igaz, mert alapvetően neki meg volt egy, egy érdeklődése a téma iránt. Amikor mi egyetemen megismerkedtünk ezelőtt sok-sok évvel, Ugye esténként, lefekvés előtt mindig, mindig úgy, úgy, úgy meséltem neki egy csomó mindent, ami úgy eszembe jutott így a témával kapcsolatban, és, és figyelmesen hallgatott, és először csak hallgatott mindig, és azt vettem észre, hogy érdekli a téma. Ugye először a, nyilván az kifik miatt, meg a közös kötődési pontok, miatt a Star Trek, a Star Wars, a dűne világa ezekből kiindulva kezdtünk el beszélgetni a témáról, hiszen tudjuk, hogy ezekben az univerzumokban azért ezek az elemek jócskán megjelennek és megvannak, és lehet bennük tudományos hátteret is keresni. És ebből indult ki ez az egész, hogy az egyetemi éveink alatt Egyre inkább azt vettem rajta észre, hogy, hogy egyre inkább nyit a téma iránt, és nem telett sok idő, és, és a partneremmé vált ebben is, tehát a társammá vált a az előadások tartásában, lebonyolításában, és tök jó volt, mert ugye együtt ötleteltünk egy, egy, egy idő múlva, és ugye mindig kérdezte tőlem, hogy figyelj, mit gondolsz, ez meg ez, ez a szakirodalom jó lenne, ha ezt elolvastam, és mindig mondtam neki, hogy ez jó, ez jó, de ehelyett mondjuk ajánlanék egy ilyet, vagy egy olyat, vagy egy ilyen szakirodalmat. Meglepett az is, hogy én konkrétan adtam neki annó nyomtatott csillagatlaszokat, csillagtérképeket, mert én annak idén a 90-es években itt tanultam meg a csillagképeknek a felismerését, a különböző objektumoknak a megkeresését az éjszakai égbolton, és engem tök meglepett az, hogy ő például ezt úgymond idejét múltak tartotta, és letöltött magának ilyen mobil applikációkat, és annak segítségével oldotta meg, és, és, és csodálkoztam azon, hogy milyen ügyes, milyen kreatívan oldja meg, mennyire másképp áll ehhez a úgymond problémához, hogy hogy lehet megtanulni ezt a bizonyos készséget, vagy tudást. És tudod, tetszett az, hogy, hogy úgymond interaktívan tudta megtanulni tényleg a csillagképeket. És volt olyan, hogy kimentünk az éjszakai égboltal, és mondta, hogy hagyd mutassam már meg neked ezt a, az applikációt. Mondom neki, tudod mit? Nem vagyok ezeknek a dolgoknak, de legyen, itok feléjük, és Claudia benne, nekem is nagyon sokat segített, hogy, 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 hogy többet nyissak az ilyen típusú dolgok irányába. Én nagyon-nagyon én könyvmániás vagyok, meg nyomtatott anyagmániás. Benne is meg volt ez. És egy bizonyos idő múlva összeolvasztottuk a könyvgyűjteményt, és, és közösen gyűjtöttük tovább azt is. És tök jó volt, mert alapvetően claudia -nak azért volt jó könyvet venni, mert mindig abból indultam ki, hogy amit én szívesen elolvasnék, azt ő is. És ez, ugye ez fordítva is így volt, tehát amikor egymásnak könyvet vásároltunk, mert az esetek 90%-ában majdnem minden alkalomra a könyvet, vagy legót szoktunk egymásnak venni, egyszerűen csak fel kellett magunknak tenni a kérdés, hogy én szívesen elolvasnám. És igen, szakirodalommal is így voltunk, és nem csak az űrkutatás csillagászat iránt nőtt meg az érdeklődésünk, hanem úgy ámblokk a természettudományok iránt. És, és nagyon jó volt látni, hogy mellettem egyre inkább bontakozik ki, és eljött az a pont néhány év múlva, hogy már nekem is ő is tudott újat mondani. És onnantól gondoltam úgy, hogy igen, ez ez, ez ez abszolút beérett ez az egész dolog, és az volt az egészben a szép, hogy nem én mondtam neki, hogy kezdjen el vele foglalkozni. Tehát én úgy voltam vele, hogy nekem elég volt az, hogy ő egy nyílt gondolkodású, sok, sok tudásanyagot befogadni képes, abszolút érdeklődő, a természettudományokra nyitott ember, és, és nekem ez, ez, bőven elég volt. Bőven elég volt, nem akartam Klaudiát formálni. De érdekes volt, hogy miközben tudtomon kívül úgymond megszerettettem vele, mert beszélgettünk, mert távcsöveztünk, elvitt, kivittem távcsövezni, kivittem hullócsillagozni. <laughs> Egyszer egy alkalommal pilótakexet vittünk magunkkal, emlékszem, még egyetemisták voltunk, itt fönn voltunk a bakonyban, és hát három-négy vaddisznó lepett meg minket az éjszaka közepén, és emlékszem, hogy zseblámpával, meg mobiltelefonnal üzgéreltem el őket, és annyira megijedtünk, hogy hazaszaladtunk. És ezt utána sokszor éveken, éveken keresztül föl szoktuk így, szoktuk így viccesen mesélni, hogy hát ez volt az egyik legizgalmasabb hullócsillag lesz. De volt olyan, hogy Klaudiával csodás tűzgömböket láttunk konkrétan. Volt olyan, hogy emlékszem, hogy Bolidához hasonló, nagyon-nagyon fényes. Szerintem már hajozott a Bolidára, nagyon fényes objektumot láttunk elégni a légkörbe. És... Bocsáss, meg, Én nem tudom, hogy mi az a Bolida. Lényegében ez már ugye fényesebb, mint a tűzgömb meteortest. Tehát ez egy, ez egy meteortest, ami ugye belép a Föld légkörébe, hulló csillaggá válik. És ugye a, a Bolida az már az, azok már nagyobb testek, tehát már nem, nem a centiméteres tartományba tartoznak, hanem itt azért már méteres átmérőkben, vagy annál nagyobb átmérőkben lehet gondolkodni. És bizony volt rá alkalom, hogy hogy láttunk ilyen nagyobb testet elégni, robbanni a légkörben. Az egyik alkalommal, mintha a hangját is hallottuk volna, az azon azért sokat vitatkoztunk utólag, hogy hogy ez ez, ez tényleg mennyire volt hallható, mert egy halk-halk dupla, dupla, ilyen durranásszerű hangot lehetett hallani. Nem volt túl, túl látványos, vagy nem látványos, bocsánat, nem, nem, nem volt túl. Halványos. Ja, tehát nem, volt túl hangos ahhoz, hogy... Tehát valószínűleg, valószínűleg pont azt beszélgettük, hogy nem, nem, is valószínűleg, hogy leesett belőle bármi is abból a testből. Meg több esetben láttunk űrszemetet, ö, érdekes műholdát, vonulásokat, Klaudiával néztünk Vénusz fedést egyébként még pápáról az egyetemi éveim alatt, nagyon sok csillagászati jelenséget, Merkúr átvonulást néztünk együtt, Vénusz átvonulást, az évszázadban már nem is lesz több Vénusz átvonulás majd, majd csak a 22. század elején napfogyatkozásokat, részleges napfogyatkozásokat, teljes holdfogyatkozásokat néztünk végig, és, és Klaudiát. Tehát a legtöbb nő ilyenkor tapasztalatom, hogy, hogy, hogy az a, a néhány óra múlva föladja a harcot, és, és bemegy meg elalszik, De Klaudia az nem. Volt az olyan, hogy, hogy, hogy hullócsillag vadászatot tartottunk, és én, én már aludtam, én már horkoltam, többiek mondták is, hogy, hogy, hogy öt perc múlva én már, én már szundítottam. Ő sok-sok tűzgömböt látott. Én úgy voltam vele, hogy egy gyerekkoromban nagyon sok perzédoraj maximumot megnéztem, de közben ugye ő is formált engem, mert ő is nagyon sokat hatott rám. Bár, bár többet is átvettem volna a jó tulajdonságaiból. Idén ünnepli öt éves születésnapját a Bakonyi Csillagászati Egyesület. Claudia szerepét ismerjük azért az Egyesületben, így a Parallaxison keresztül is, de hogyan jött az ötlet, hogy Egyesületet hozzatok létre, és mekkora szerepe volt ebben Claudiának? Az ötlet az onnan jött, hogy annak idén, amikor megismerkedtünk Klauval, én meséltem neki, hogy nekem mekkora nagy hiányom volt világ életemben, hogy amikor gyerekként elkezdett érdekelni így a csillagászat, űrkutatás világ, hogy nem volt nem volt egy szervezet, amihez csatlakozhattam volna, nem volt egy, társaság, aki úgymond magam fajta fiatal befogadott volna, és még egyenem, egyetemisták voltunk, amikor beszélgettünk, és mondja Claudia, hogy csinál, kéne csinálni valami klubot, vagy ilyesmit. Mondom, igen, én is gondoltam rá már, csak mondom, az emberek is kellenek. Aztán, amikor véget ért az egyetem, összeházasodtunk, akkor egy kicsit úgy, úgymond megnyugodtunk, mi is, és akkor mondja Claudia, hogy tarthatnánk valami jó kis távcsöves programot így közösen, mondom. Tudod, mit igazad van? 2015-ben az akkori csillagászat napján, ez valamikor valamelyik májusi szombatra esett, akkor meghirdettünk itt nálunk Kurkuton egy ilyen csillagászati távcsőes bemutatót. És mondtam Klaudiának, hogy ha jön rá egy-két érdeklődő így a környékből, akkor talán össze tudunk hozni valami klubot. És így gondoltuk is magunkba, hogy ú, ez, ez nagyszerű ötlet, ez nagyszerű ötlet. És csodák csodájára meg is jelent két-három srác, akik mondták, hogy ugyanebben a problémával küzdenek, hogy egyszerűen nincs egy társaság, aki ezt be tudnának csatlakozni, és akkor Klaudiával emlékszem, hogy ott álltunk a sötétben, én, Klaudia, Weissandris, meg Békési Zoli barátom, és akkor ott így, így, egy ilyen kört alkotva beszélgettünk, és közben ott jöttek, mentek az emberek, néztek bele a távcsőbe, de, de, mi annyira belefeledkeztünk így a beszélgetésbe, hogy Klaudia mondta, hogy fú, én oda megyek gyorsan a ez utána állítok, de már a kezdetektől fogva ő is benne volt mindenben, és, és ő is mindent úgymond formált. És emlékszem, hogy már az elején is, ugye Klaudiának adtuk ki a Facebook oldalnak a kezelését, mert mondta, hogy ő azt ő szeretné csinálni, ő szeretné így a design dolgokkal egy kicsit jobban foglalkozni. Ő rajzolta meg a logónkat is egyébként, az első logót. Emlékszem, hogy ültünk fönn a szobában ketten Klaúval, és akkor így mondom, hogy kéne valami jó logó, így a klubnak, mert akkor még klubban gondolkodtunk, és akkor beszélgettünk, beszélgettünk, és elkezdtem így felskiccelni, tényleg egy lapra, ilyen Móriczka rajzon, hogy én hogy gondolom, és akkor így gondolkodik, gondolkodik, ezt ilyen színnel lehetne, azt olyan színnel, és mondja, hogy már látja maga előtt, hogy, hogy ebből hogy lesz logó. Mondom, jó, mondom, csináld meg és tényleg egy egyszerű paint akkor még nem Photoshop, hát Photoshop, nem használtunk még akkor Photoshopot. Én is a Claudia nyomására kezdtem el <laughs> a Photoshop rejtelmeit megtanulni, itt hihetetlen, hogy én évekig óckodtam tőle. Ő előbb megtanulta a Photoshop használatát, mint én. Te egy kicsit ilyen régi módi vágású ember vagy, azért ez lejött már igen. így, a, a, már csak amit itt ebben a műsorban elmondtál az alapján. Igen, is. igen, igen, abszolút, és én, és én tudod, olyan vagyok, hogy amit gyerekkoromban volt, meg, meg ami, ami úgy, amit úgy akkor megtanultam, meg amihez úgy mond, akkor állt a fejem, az, 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 az tökéletes, és az új dolgokat nehezen, ezt a TikTokot, ezt mai napig nem értem, de, de ő például már abban is, már, már Andrissal emlékszem, ott filóztak, hogy hogy lehetne a TikTokot is jobban behozni az Egyesület életébe. Figyelj, sok, sok, programotok van, ami nem csak ott a Bakony környékén, Ajka környékén ismert, hanem országos hír névre szert. Hát az egyik ilyen az űrbatyú, a másik meg ilyen nagyon meghatározó programotok, programsorozatok, a tab, sorozatotok, a tapintható univerzum. Igen. A, ennek a megszületéséről tudnál mesélni, kérlek? Nagyon szívesen, mert lényegében Claudia volt ennek az egésznek a fő ötlet gazdája, illetve a kivitelezésben is ugye ő oroszlán részt vállalt. Tudni kell, hogy még hosszú évekkel ezelőtt, valamikor olyan 2016-17 tájékán, még, még klub voltunk, merült fel az ötlet, hogy hogy kéne valami, valami klassz-plasz plastikus programot a már meglévőkön kívül, tehát az interaktív meteorit bemutató, a Lego programokon kívül, valami, valami szintén interaktívat, de nagyobb szabásút létrehozni. Az egyik beszélgetésünk során be is lett lőve, hogy hát mi lenne, hogyha hanganyagokat állítanánk össze, látássérülteknek a különböző égi testekről, hiszen most már rádiócsillagászati módszerekkel, illetve űrszondás konkrét helyszíni mérésekkel is, ugye, most már vannak hanganyagaink különböző égitestek felszínéről, légköréből, vagy távoli égitestek fizikai tulajdonságairól. És ezen kezdett el Claudia pörögni, és másfél évvel később, néhány évvel ezelőtt jött nekem azzal a dologgal, hogy hú, találtam egy érdekes posztot. Legnagyobb, ez a legnagyobb amatőr csillagászati csoport, szerintem nyugodtan el lehet mondani, ez a csillagászat kedvelők, én magam nem vagyok a tagja, de ő tagja volt nagyon sok csoportnak, és mindig, mindig szondázta a csoportokat érdekes kommentekre vadászva, és így talált egy olyan kommentet, hogy egy apuka azt kérdezte, neki van -e egy látássérült gyermeke, hogy hogy tudná a csillagászat, űrkutatás világát közelebb hozni a látássérült gyermekének. És akkor ott elkezdtek jönni a különböző kommentek se, hogy ne próbáld meg, ezt nem csinálta meg senki, tehát lehetetlen, nem lehet, nem lehet, nem lehet, nem lehet, és akkor görgette nekem lefele a Claudia, és mondom Claudia és valaki írta azt, hogy lehetséges, azt mondja, hogy senki. Elkezdtünk gondolkodni, ez egy este volt, és emlékszem, lefekvés előtt voltunk, és feküdtünk az ágyban, és azon kezdtünk el gondolkodni, egymásra néztünk a sötétben, emlékszem, és csak a, ugye a, lámpa, a lámpának a kis pászmái világítottak át a redőnynek a rolói között, és csak lehetett látni, hogy Claudia néz rám a sötétben, és mondja, hogy ő már tudja és nézek rá, mondom, szerintem én is. És akkor mondom, akkor mondd te először, és akkor Claudia mondja, hogy, hogy, mi lenne, ha elkezdenénk modelleket nyomtatni. Mondom, ez remek ötlet. De mondom, akkor csináljuk úgy a programot, így mondom neki, hogy legyen a látóknak és meg a látássérülteknek is egy, egy, egy úgymond élvezhető program. És akkor mondja, hogy ő már tudja is, fessük ki az adott modelleket. Mondom, akkor te vállalod? Azt mondja, hogy igen, másnak nem is engedné, mert más csak össze visszakontákon, nem mondom, tökéletesen igazad van, mert nekem ehhez nincs türelmem. Viszont mondom, én a tematikát vállalom, én összeállítom nagyon szívesen, hogy, hogy, hogy mit tartalmazzon ez a, az összefoglaló, tehát hogy, hogy milyen modellek jelenjenek meg. Ő megmondta, hogy a többit intézi. Mondom, szuper. Nagyon sok helyre elvittük a Tapinthat univerzumot, Békés Csabától, Budapesten keresztül, Szombathelyig. Lényegében végigjártuk vele, az ország legalább egy 16-17 helyszínét, tehát nagyon sok helyen, nagyon sok helyen is, és, és nagyon jó volt a fogadtatás is, és csináltunk ilyen próba ö, bemutatókat titokban, Veszprém megyei látássérült egyesülettel, és azt megkérdeztük utána őket, hogy mit szóltak hozzá, mennyire jött át, és a beszélgetésekből azt szűrtük le, meg a pozitív ö, ö, reakcióikból, hogy abszolút átjött a dolog, és akkor úgymond mi is felbátorodtunk. De hozzáteszem, hogy hogy emlékszem, hogy, hogy, hogy minket nagyon leszokott fárasztani egy-egy tapintható univerzum program, mert én is, Klaudia is, András is, Norbi is, Laci is, bárki, aki velünk tartott, mert általában ez a kis csapat ment, tehát volt erre egy kis csapatunk erre a tapintható univerzumra, tehát akiket most elsoroltam, ővelük szoktunk menni. A végén már egy nagyon jó szokott csapat voltunk, és, és tudtuk, hogy, hogy hogy kell megfogni egy látássérültet pontosan hogy fogod meg a könyökét finoman és emlékszem hogy Claudia amikor ugye nekiáltunk a modelleket kinyomtatni, illetve kinyomtattatni, mert rájöttünk nagyon hamar, hogy nem fogunk egy nyomtatóval végezni, úgyhogy a végén bekapcsoltunk több kedves barátunknak, ismerősünknek a nyomtatóját a projektbe, sőt, megkerestünk egy nyomtató céget Budapesten, akik segítettek nekünk, ipari nyomtatóval nyomtattak ki nekünk, nem egy nagy modellünket. Ezt nagyon kevesen tudják, hogy ugye Klaudiának voltak már előtte is műtétei, és az egyik ilyen műtét alkalmával, egy, egy nőgyógyászati, nőgyógyászati műtét alkalmával, néhány évvel ezelőtt már eltávolítottak neki egy rossz indulatú eh, eh, elváltozást, és lábadozott itthon a műtétből. Ez egy nagy műtét volt. Ő arra használta a lábadozási időt, hogy komolyan időt nem spórolva vele, velem hozattatta haza a festékeket, Mindig leadta nekem a rendelést telefonon, vagy SMS-ben, hogy figyelj, ezeket kéne megvenned a záruházban, ezeket a maketfestékeket, és mindig hoztam neki haza és ez nyári szünetben volt, és emlékszem, hogy heteken keresztül dolgozott alapozó rétegeket vitt föl, asztrofotókat tanulmányozott, űrszonda felvételeket tanulmányozott. Talán az egyik legnagyobb műve a másfél méter széles nagy mozaik földtérkép lett, domborított földtérkép. Annyira részletes lett, hogy az összes működő vulkán jelölte rajta konkrétan Claudia. Hazajöttem, és mondja, hogy na, kész vagyok, most már megnézheted, és emlékszem, hogy csak percekig néztem, és mondom, ez, ez oltári. Ilyenkor az ember a másikat csak még jobban csodálja. Tehát, hogy ez az, hogy Klaudiát ugye nem csak szeretni lehetett, hanem csodálni is. Nem csak a bátorsága, az ereje, az, hogy ahogy, hogy viselte a dolgokat. Mindig azt mondta mindenre, hogy hát majd túl leszünk ezen is, ezt is megoldjuk. És időnként kétségbe szoktam esni, meg, meg bepánikolok, meg pánikrohamot kapok, és ő mindig volt olyan, oda odajött hozzám, megrázott, szószoros érdemben megrázott, és azt mondta, hogy hagyd ezt abba, hagyd már ezt abbád, legy már férfi, ne picsogjál, és akkor mondta, hogy ez meg így, így, meg így lesz, jó, jó, megnyugodtam, mondom, igazad van, ne arra És elkanyarodtunk így ugyan a tapintható univerzumtól, de mivel, de mivel Klaudi áthatja az egész programot, és egyébként azóta nem is volt, nem is tudom, hogyha most meghívnának minket, hogy, hogy én tudnék-e menni. Ebben a néhány hónapban még, még, még... Még annyira magam alatt voltam, hogy még klubfoglalkozásokra se akartam járni. Klódiával beszélgettünk így a vége felé, és, és annyit mondott nekem, hogy vele akármi lesz, de én ezt nem hagyhatom abba. Mert én akkor azt mondtam neki, hogy emlékszem, hogy sírtam, és mondtam neki, hogy abba hagyok mindent. És azt mondta, hogy nem teheted meg. Mert amit csináltunk, amit megalkottunk, az a mi közös gyermekünk. És amikor úgymond. Ugye a fiunkat is elvesztettük, akkor is ez segített nekünk, úgymond át lendülni ezeken a dolgokon. És az volt az egészben az érdekes, hogy pont mire egy kicsit megnyugodtunk, és pont mire kezdtük újra érezni az Egyesületben azt, hogy, hogy igenis az Egyesület ad nekünk annyit, annyit nem, mint egy, mint egy húsvér gyerek, akit szerethetünk, de, 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 bizonyos értelemben valamilyen módon kárpótolhat, pont akkor jött a, a felismerés, hogy, 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 mi a probléma. Tehát, hogy, 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 ő, hogy ő, neki ez a daganatos betegsége van, de hozzáteszem, hogy hogy, 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 nem engedte Klaudia, hogy, hogy, hogy abba adjam. Mik azok a tervek az Egyesülettel kapcsolatban, aminek a tervezését Claudiával közösen kezdtétek el, és most rajta vagytok a megvalósításon? Az úgynevezett Astrokert projekt, amit annak idén együtt kezdtünk el, és ez az Egyesületnek egy, egy um, olyan kis telephelye, egy um, bemutatóhelye. Ez egy 6.000 négyzetméteres terület, tehát nem pici, és egy Ajkához tartozó település részen padra kuton található, hatalmas teraszt alakítottunk, egy dupla teraszt, dupla lépcsős teraszt, és az volt a terv, hogy majd Claudiával ide hozzuk majd föl többek között Claudiának az osztályait, illetve az érdeklődő gyerekeket, és itt majd interaktív csillagászati előadásokat, tehát szabadtéri előadásokat lehet majd nekik tartani, illetve hát kultúrált körülmények között nagyon sok csillagászati bemutatót lehet majd ö, megtartani. Még amikor Claudia jól volt, még ugye a baba projekt sem volt képben, akkor együtt kezdtünk el kint kerítést telepíteni, kapálgatni, fákat kivágni, gajakat égetni, és hát Klaudia sose volt az a fajta, aki a fizikai munkától, tehát ő nem, inkább kivette az ember kezéből a kapát, ha azon múlott, és emlékszem, hogy az első lépéseket az Astrokert kialakításában, illetve a saját képünkre formálásában, az bizony Klaudiával együtt tettük meg, és most is folyamatban van az asztrokert. Most az időjárás nagyon sokat sajnos elvisz ebből az egész projektből, de reméljük, hogy idén őszre be tudjuk fejezni. Van ott egy 16 négyzetméteres kőépület, annak a felújítását. belülről már teljesen kész van, és reméljük, hogy őszre teljesen elkészülünk, és tudunk majd Ténylegesen most már fogadni majd gyerekeket, és nekem van egy, nem, egy olyan nem titkolt vágyam, hogy Klaudiának az egykori osztályait szeretném először majd ott vendégül látni, és távcsőes bemutatókat tartani majd nekik a nagyon szép, tiszta és jó panorámájú égbolt alatt. Úgyhogy ez az egyik ilyen projektünk, ami fut. A másik az inkább ott, ott azért várta Claudia. Ez a marsjáró projektünk, ezt Kauker-Zoli Egyesületi tagunk csinálja ezt a projektet. Itt egy ilyen dohányzóasztal méretű robotot kell elképzelni, 20 centis kerekekkel, 6 kerekű, rakerbagi felfüggesztéssel rendelkező robotról van szó. Szóval Claudia nagyon szerette a LEGO marsjáró programunkat. Nagyon ügyesen is koordinálta, és nem is egy interaktív LEGO marsjáró foglalkozást ő maga tartott meg, és nagyon sokat terveztük azt, hogyha meg lesz az új robot, akkor majd ezzel fogjuk úgymond földobni, frissíteni majd ezt a programunkat, és egy tényleg egy olyan robottal, amit nem csak benn a teremben lehet használni, hanem ténylegesen ki lehet vinni a terepre, és akkor Claudia már, már be is dobta, hogy hú, akkor berakjuk majd a kocsiba, és elviszük majd Gántra, és ott fogunk majd tök jó promó videókat lőni róla és mondtam, hú, ez milyen jó ötlet, de mondom, akár nyirádra is elvihetjük, mert ott is volt bauxit fejtés, tehát ott is van azért elég rendesen marsi táj. Úgyhogy itt röpködtek az ötletek, és hát Claudia nagyon várta, hogy, hogy, hogy megvalósuljon. Tavaly január 1-én fogodott egy üzenet Klaudiától a cseten, hogy saját műsort szeretne, olyat, amiben skifi könyveket beszél ki egy-egy meghívott vendéggel itt a Parallaxis univerzumban, és márciusban pedig le is ment az első szubzsáner adás. Te mit tudtál erről a projektről? Ugye kétszer vendége is voltál a műsornak, a műsor 9 része során, de amikor ezt eldöntötte, esetleg megosztotta veled, vagy vagy... Vagy ahogy csak haladtak a dolgok, és kezdett körvonalazódni a műsor, úgy szereztél te is tudomást? Ez, ez ne, nem így van. Hát igazság szerint mint oly sok minden, ez is egy esti beszélgetés során bukott A Szilveszter ki. esti beszélgetés, ha jól sejtem, mert hogy... Igen, igen, igen. Mi akkor is általában, mi szilveszterkor általában, hogyha jó volt az ég, akkor kimentünk távcsövezni, vagy mondjuk Harry Potter maratont tartottunk, így szilveszterhez közeledve két ünnep között nekünk ez ilyen, hát már, már ilyen szokásunk volt, hogy ilyenkor Harry Potter filmeket nézünk, és akkor szilveszterkor néztük az utolsó részeket, de ha nem, akkor éppen beszélgettünk, és akkor emlékszem, hogy felmerült Klaudiában a, ez a gondolat, és mondja nekem, hogy, hogy, hogy adjál már egy-két tippet, hogy mire gondolsz, mi, miket lehetne leginkább belevenni, és akkor mondtam neki, hogy nézd, a kedvenc közös skiffi univerzumainkat simán. És emlékszem, hogy, hogy mutatott nekem egy logót is, és akkor mondta, hogy, 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 mit gondolok el erről a logóról, amit kitalált, mondom, szerintem baromi jó. Szerencsés voltam, mert én voltam az első is, aki úgymond láttam azt, vagy illetve lektorálta a logót is, ugye a, a szubzsánerhez, és, és meglepett, újfent csodálkoztam, már nem, úgymond nem csodálkoztam, hanem hanem, 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 csodáltam az, azért Claudiát, hogy ezt is milyen okosan, frappánsan hozta össze, és igenis vette a, a fáradtságot arra, hogy, hogy utána olvasson ezeknek a, a, a skifiknek, és, és a legtöbbet el is olvasta ő maga is. Mondta is, hogy ezeket akkor most szakmai alapon el fogja szépen olvasni. Aztán megmondom őszintén, engem, engem tök meglepett így pozitívan, amikor mondta néhányszor, hogy fú, segítenél, megjelenhettél ebben meg ebben a részben, mondom, figyelj, én nem vagyok szakavatott, úgymond szakember a science fiction terén, én csak rajongó vagyok, tehát én, én olvasom agyba, főbe, orba, szájba, meg, meg amit lehet, megnézek már gyerekkorom óta, nagyon kevés szkifina, amit nem láttam és mondtam neki, én ennyi, ebben, ennyiben tudok segíteni, hogy ez neked így jó, és mondtam, hogy tökéletes, tökéletes, csak, csak mesélj arról, amit, amit gondolsz, és jó volt. És jó volt nekem, azért tetszett, mert, mert egy kicsit az ő saját önálló munkájába én is be tudtam ezáltal kapcsolódni, ugyanis ragaszkodott hozzá, hogy, hogy tényleg csak akkor segítsek be, vagy adjak tanácsot, ha ő kérdezi. Úgyhogy büszke voltam rá a miatt, megmondom őszintén, és, 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 és úgy büszkeséggel töltem most is, hogy, hogy egy ilyen eredeti programot úgymond kitalált. Hogy csapódott le otthon Klaudiának a parallaxisban való részvétele? Az it it itteni munka? <laughs> Ő egy, egy, egy kiemelt és frekventált feladatként. Tehát én tudom, hogy amikor felvétel volt, akkor nekem szigorúan tilos volt mászkálnom a házban. Klaudia ilyenkor, emlékszem mindig rám parancsot volt, olyan, hogy fölhívott munka közben, és mondta, hogy, hogy, hogy szívem úgy készülj, hogy ma paralaxis felvétel lesz, mondom, tudom, akkor a szokásos? És mondta, hogy igen, a szokásos. Mondom, jó, akkor elmegyek a kutyával sétálni addig, vagy, <laughs> vagy lesz maradok, és, és csöndben olvasok. Klódia megkövetelte azt tőlem is, hogy, hogy ilyenkor a maximális csend, és, és hogy ő, úgy ő erre tudjon koncentrálni, és, és tehát olyan szinten az életünk részévé vált, váltak a, a, a podcastjai, hogy, Először néha egy kicsit zokon vettem, megmondom őszintén, mert nekem is van azért egy érdekes természetem. És látta rajtam, és mondta, hogy nézett rám, és hogy mondja, hogy na, hát azért csak el tudod ezt fogadni, azt így gondolkodtam, de persze, persze, mondom, ne arra, hogy csak, csak engem tudod, kizökkentenek ezek a dolgok. Azt mondta, semmi baj, kialakítunk ezt szerint egy új, egy ilyen, egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen rendet erre, erre vonatkozólag, mondom, jó, rendben van, és akkor megegyeztünk, és semmi probléma nem volt ezzel, meg mindig örültem neki, és mindig úgy voltam vele, hogy míg én mondjuk elmegyek kutyát sétáltatni, vagy, 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 vagy lent olvasok, hogy, hogy neki ez egy kikapcsolódás. Tehát amikor véget ért egy-egy ilyen podcast, akkor mindig emlékszem este, a legtöbb esetben már nem nagyon filmeztünk, vagy nem néztünk már semmit, hanem beszélgettünk. És mindig elszokta ilyenkor mesélni, hogy mi volt, sokszor emlékszem vicces sztorikat is mesélt, tehát hogy neki ez, egy, neki, neki ez, egy, abszolút kikapcsolódás volt az életében, és, és úgy érzem, hogy, hogy itt egy kicsit önmaga tudott lenni, tehát még inkább önmaga tudott lenni, még inkább ki tudott bontakozni, és ezért is örültem neki, hogy, hogy így becsatlakozott a paralaxisba, hogy elindult a szubzsáner, Klaudia itt, itt, ki tudja magát igazán élni, és, és ki tud teljesedni. Mert ő is azt kereste életében, és szerintem neki ez az egész erről szólt. És a podcastolás is abszolút, és, és, nagyon komolyan vette. Tehát beszerzett egy tök jó mikrofont, és most is tök rossz ránézni, mert itt ülök fönn a szobában, ahol ő is dolgozni szokott, ugye ez volt a közös szobánk, és ott látom, és, és tudom, hogy, 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 nem igen lesz használva az a mikrofon, és ott van, is, de, nem tudok vele mit csinálni, nem is akarok vele mit csinálni, ott lóg rajta egy tribli, Miért adaszra lett a neve ennek a magas légköri ballon felbocsátásnak, amire készülünk? Ugye nyilván a kérdésem állna ezt tudom, de én azt gondolom, hogy a kedves hallgatóknak, tett tudod, és te vagy a legjobban avatott ebben a témában, hogy elmond. Annó ugye az űrbatyú projektnél, akkor 2018-ban felvetődött, hogy mi is küldjünk fel 2019-ben egy ilyen ballont, Ugye igaz, hogy az Egyesületi Alelnökön Weiss Andris ö, vette kézben ennek a technikai megvalósítását, Kauker Zoltán Egyesületi vezetőségi tagunkkal egyetemben, de a magának a projektek a nevén még, még vitatkoztunk, és akkor jött az ötlet, ö, már nem is tudom melyikünk részéről, hogy mindenki dobjon be egy nevet, és szavaztassuk meg interneten a, azt a nevet, és, és azzal a névvel fusson majd a ballon projektünk, mert már akkor tudtuk, hogy több ilyen ballont is szeretnénk a jövőben felbocsájtani. És akkor mindenki bedobott egyet, emlékszem, Békés Zoli a táltost, én az Enterprise-t, Claudia pedig az Adasztrát t euh, dobta be, mint, mint ötletet. Nyilván Andris az űrbatyut, ami később ugye a szavazáson az ő, úgymond ő névválasztása euh, nyert az internetes szavazáson, de az Adasztra Hát, hogy mondjam neked, ugye rengeteg uh, science fiction-ben visszaköszön ez, ugye van azonos című, uh, hát kevésbé jól sikerült egyetértünk. film <laughs> is, Igen. amit megmondom, hogy inkább elfelejtenék, tehát inkább a Felejtés című filmhez hasonlítanám Tom Cruise-zal, de Claudiának nak valamiért, valamiért az adasztra volt szimpatikus, főleg valószínűleg azért, mivel ő, ő világilletében szerette a latint, ugye foglalkozott is latin nyelvvel, és, 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 szerintem neki ez innen is ered. Meg ez, ez, ez valami fantasztikus, ez az adasztra kifejezés, tehát az a csillagokba, csillagok közé, Én. hogy aztán, aztán ugye így feledésbe is merültek a dolgok, és most, amikor, amikor föl, fölmerült ugye az uprások részéről, illetve elsősorban ugye a ti részetekről ennek az emlékküldetésnek az ötlete, akkor emlékszem, hogy, hogy Andrissről összenéztünk, és akkor, így kérdeztétek tőlünk úgymond, hogy, hogy, mit gondoltok, hogy milyen nevet adjunk így a küldetésnek, és akkor Claudi, és emlékszem, hogy Andrissal összenéztünk, és egyszer mondtuk, hogy így mondtuk ki, hogy adasztra. Mert ugye ő is emlékezett rá, hogy, hogy Claudiának mi volt ez a e, név névötlete, és, és, egyértelmű volt, hogy ezzel is tisztelegni szeretnénk Claudia előtt. Tehát ez is, ez is, ez, ez is, úgymond őt szimbolizálja. Aki jól ismerte Claudiát, tudja, hogy szerette a latint, tudja, hogy az űrbocsú projektben milyen, milyen szerves részt vállalt. Graudia tavaly novemberben szólt, hogy baj van és hogy szünetet kér. Aztán próbáltam vele kapcsolatban maradni, de hogy múlt az idő, ez annál nehezebbnek bizonyult. Egyre inaktívabb lett a közösség médiában, egyre ritkábban válaszolt, és a válaszolt is, mindaz, amit leírt, az sajnos egyáltalán nem volt biztató. Nagyon féltünk, hogy baj van, és hát végül is baj is lett. Az egész egy gyomorégéssel indult. Azt hittük, hogy gyomorégése van ami nem akart elmúlni. Rossz közérzettel, enyhe depresszióval társult. Azt vettem először kezdetben rajta észre, hogy, hogy nem önmaga. Az állandóan mosolygó lány, akit ugye annyira szerettem, az, 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 az mintha, mintha kicserélték volna, mintha, mintha a tüköruniverzumból átküldték volna a másik Claudiát. Ez a legjobb szórá. És, és, már ott tartottunk, mondta is nekem, hogy orvosi segítséget fog kérni, mert ő ezt már, már nem bírja. Aztán november elején, az egyik hétvégén, Claudia rosszul lett, vasárnapról hétfőre viradó éjszaka, és bevittem az ügyeletre. És ott, ott ugye utána közölték, hogy a máján, illetve a tüdején is most már sokszoros áttéteket találtak és egyszerűen csak fogtuk a fejünket, és nem hittük el. De úgy voltunk vele, hogy az első sok után, hogy megküzdünk vele. Meg úgy voltam vele, hogy én is mi lenne, ha Klaudiát is elveszíteni azok után, hogy a fiunkat elvesztettük. És ez az egész, ha lehet, hogy még jobban megtörte volna, még szerintem egy kicsit még fel is szívta magát, és azt mondta, hogy nem érdekli, akkor is, akkor is legyőzi ezt az egészet. És és ez rám ragadt, átragadt rám, mert én nagyon kétségbe estem, és az a vicc az egészben, hogy, hogy elhittük azt mindketten, hogy, hogy igenis legyőzzük. Legyőzzük ezeket a dolgokat, és amikor elvittem az onkológiára, akkor az onkológián is azt mondta az onkológus, hogy nyugodjunk meg, Klaudiának nem ez az utolsó karácsonya, nem kell félni, csodát ugyan nem tudnak tenni, de mindent megtesznek, hogy, hogy Klaudia rendben jöjjön. És Klaudiával úgy is tértünk vissza, emlékszem, hogy azt mondtuk, hogy hú, tök jó, és, és emlékszem, hogy terveztünk is, és, és hogy, hogy majd mit csinálunk, ha jobban lesz, hova megyünk el. Aztán eljött az ideje az első Kemónak, és Klaudia nem kapta meg. Aztán nem kapta meg a másodikat sem, de közben voltak rosszul létei, és bevittük az Ajkai kórházba, nem Veszprémbe, és Ajkán meg teljesen mást mondtak, mint az onkológián veszprém. Ők, ők, ők már mondták is, hogy, hogy Klaudiának nincs sok vissza. És emlékszem, hogy azon örlődtem, hogy mit mondjak neki, hogy lehet, hogy tévednek az orvosok, és úgy voltam vele, hogy mondom, hülyeségeket beszélnek ezek itt Ajkán az ügyeleten, hát mondom, nem is onkológus. Ez, ez ilyen esetben hogy néz ki? Veled közli az orvos, és neked kell elmondanod adott esetben? Igen, 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 ezt, ezt nekem mondták, ugye lent, lent voltak Klaudiának a szülei is, nagybomája is, és a lelkemre kötötték, hogy el ne mondjam Klaudiának. És tudod, amikor az egész kapcsolatunk az őszintességre, kölcsönös tiszteletre épül, és egy ilyen titkot magadban tartan és közben látod, hogy ő, hogy ő nem adta föl, és, és utána rád is rád ragad, és, és, elfelejted ezt az egészet, és azt mondod, hogy hülyeségeket beszélnek az orvosok. Hát Cláudia itt van, és ez borzalmasan nehéz volt, hogy, hogy én is beadtam magamnak azt a hülyedumát, hogy, hogy igenis ebből ki fog jönni Klaudia, és, és vele együtt harcoltam, holott a lelkem, én tudtam, hogy, hogy ez már egy veszett háború. És te ezt a titkot egészen Klaudia haláláig őrizted? az utolsó másfél hétig, mert a végén Klódi annyira rosszul lett, újfent bevittük a kórházba. És utána, amikor hazahoztuk, kérdezte tőlem, hogy mondjam el, hogy mit mondott az orvos. És csak néztem rá, és csak folytak a könnyei. annyit mondtam csak neki, hogy nem túl rózsás a helyzet, és ebből levágta. Láttam a szemében a felháborodást, de szerintem utána megértette. Önmagamnak is hazudtam, Beszéltetek tulajdonképpen nyíltan arról, hogy mi lesz, ha az úr mégis magához szólítja, vagy, vagy tulajdonképpen akkor... Egyszer felhozta. Egyszer felhozta. Én azt mondtam neki, hogy hallani se akarok róla, mert ez nem, mert ez nem opció. Nehéz mindezek után megszólalni, de Ivan is Feri, nagyon köszönöm, hogy ilyen nyíltan beszéltél mindenről, és remélem azért valamilyen módon nyújt egy kis vigasz számodra, hogy mindannyian osztozunk a gyászodban, legyen, legyen az a parallaxis csapata, vagy a hallgatói, vagy a, vagy a Bakonyi Csillagászati Egyesület tagjai, én ebben teljesen, teljesen biztos vagyok, és mit, amit viszont biztosan el tudok mondani, hogy mi itt a parallaxis univerzumban is szívből jövő szeretettel gondolunk Klaudiára, és azon vagyunk, hogy emlékét méldó, méltó módon őrizzük és, és ápoljuk, úgyhogy Feri, még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy ezt elmondtad, és ennyire nyíltan vállaltad a szereplést, és, és rengeteg előtt kívánok neked. Köszönöm, köszönöm szépen. A kedves hallgatóknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Sziasztok!